Tibi vagyok. 43 éves magyar férfi. És nem szeretem a focit. Legalábbis hidegen hagy. Viszont most, hogy bejutottam magyar labdaverseny válogatott az idei EB-re, hát ez most kicsit ciki. Körülöttem ugyanis mindenki lázban ég. Csak a fociról beszélnek. Én még azt sem értem, miről van szó. Úgy döntöttem, ebből elég. Szurkoló leszek. Iratkozz fel és nyomj rá a harangra. Ígérem, mostantól nem hagylak magadra. Mától nem lesz az élet olyan egy csík, mert rádugta az ajtót az isteni rinklú. Ahhoz, hogy igazi szurkoló legyek és ne égjek az ismerősök előtt, tervet készítettem. Első pont, megnézem ezt a játékot közelebbről. Elmegyek az arénába. Stadion az? Akkor a stadionba. Jegy nem kéne? De gondolom, gyert szerzek egyet. Mi van, huligán? Lett jegyed? Dehogy lett. Hát nem tudom, hogy én vagyok ennyire béna, vagy egyszerűen lehetetlen jegyet szerezni. De hogy leszek így alfahíd? Figyelj már, ott van a nappaliba az a böhöm nagy Sony TV. Miért nem nézed azon? Szerencsére eszembe jutott, hogy van itthon egy Sony Bravia XR65A80L Pure Black OLED TV, ami tökéletes a vizuális stadion hangulat kialakítására, mivel Android TV is fut rajta, így hozzáférhetek minden létező és a valaha létezett labdaversenyhez. A kognitív XR processzornál élesebb, ragyogóbb szint semmi nem tud előállítani, a kontraszt egyedülálló, a színek utánozhatatlanok, és a 4K HDR bármilyen szögből tökéletes. Hát kitanulom én ezt a játékot, és bégközepes szurkoló leszek? A saját kanapém kényelméből. Ha Tibi nem mehet a stadionba, a stadion jön Tibihez. Na mi van? Nézed, hova telepítsd a vénaszkennert? Nem, csak figyelem, mert baromi jó hangja van, mert rezgeti a kijelzőt, és baromi tehet szép hangja van, csak azt gondolkozom, hogy hogy lehetne egy kicsit több stadion hangzást hozzáadni, vagy kicsit tudod, hogy úgy... Használd ezt, és megvesz az is. Ez a Sony HTA3003.1-es Dolby Atmosos hangprojektor, S-Force Pro Front Surround és Vertical Surround Engine technológiával, 360 Spatial Sound Mapping opcionális vezeték nélküli hátsó hangszórókkal és hangtér optimalizálással. A stadion hangzásod. Még jó, hogy ez is eszembe jutott, mert a Sony hangprojektor a 360 fokban felderíti a szobádat, kialakítja a legmegfelelőbb hangzást a tér nagyságának, a bútoroknak, felületeknek megfelelően, hogy a legjobb élményt nyújtsa. Plusz, ha kábelesen kötöd a tévére, a tévé kijelzője alá épített hangszóróit is bekapcsolja ebbe a rendszerbe, és a beszédhangokat innen tolja. Brutál cucc, brutál szurkolóknak, amilyen én is vagyok. Vagy hát leszek. Ez így mind szép és jó, de mitől lesz stadion hangulatom? Mi kell még ehhez? Nem fogsz közben megéhezni? Beugrott. Kell még valami rácsálni és innivaló. Mindjárt hozok valamit. De mit szoktak ezek enni meg inni? Gondolom én valami vegán dolgot, mert egy foci huligán azért ki van pattintvana. Valami proteines szelet, vagy ramenleves. Ez az műzli szelet. Jaj, Istenem. Azt hiszem, kezdem érteni. Ehhez akkor viszont sör kell. Na de málnás vagy barackos? Nehéz választás, mert a málnás kiemeli a szutyi gyümölcsös jegyeit. Oké, szüretlen barna, az kell ide. Itt van minden. Stadionkép, stadionhangzás, stadionhangulat. Most nézd meg pár meccset, hát ha ragad rád valami. Néztem.
elemeztem, értelmeztem. Kezdtem érezni, ahogy a labdaőrület beívódik a DNS-embe, és megindul a kémiai reakció, ami labdajáték ignoránsból focidrukkerré alakít. Les! Les! Nézd meg, les! Ez egy reklám. Az. És eljött a pont, amikor végérvényesen átalakultam. Megszületett a foci huligán Alfa Hím Tibi. Na, milyen volt? Hú, hát ez a Dolby Atmos, ez valami brutális. Ez a HDR, ami képe van ennek a tévének, egyszerűen hihetetlen. Nem az, a meccs. Ja? A bíró, az ellenfél, az idő, a pálya. Nem nyertünk, de szépen játszottunk. Annyira megéreztem, szerintem indítok egy ilyen foci elemzős YouTube csatornát. Guru lettem, értem, éreztem a mellettem ülő szagát, annyira ott voltam. Egy valamit viszont nem értek, hogy ez az EB, ez nem olyan, hogy ide országok jutnak be? Vagy rosszul tudom? Ez egy megyei barátságos mérkőzés volt, U18-as, 2005-ből, ráadásul megvágva. Tibi vagyok. 43 éves magyar férfi. És még mindig hidegen hagy a foci. Én maradok a filmeknél és sorozatoknál, ti pedig lessétek meg a Sony házi stadion megoldásait a leírásban.